Tisztelettel köszöntöm a Frankó TV nézőit, Détokernőt hallják a Felvidéki Magyar Sportcsatorna stúdiójából. Tardoskedd a helyszín, a Szikora György stadion, ahol a helyi Tardoskeddi Sportklub 100. évfordulója, megalakulásának 100. évfordulója alkalmából a Zöld Sasok, azaz a Ferencváros vendég szerepel az Öreg Fiú gála mérkőzésen. Az első félidőt követően meglepetésre nagyon jól tartja magát a helyi együttes, a Tardoskedd ugyanis 1-1-es döntetlenre áll a Fradival szemben. Egy parád és Balogh Zoli góllal kezdett a Fradi a második percben, amikor a kezdőkörből meglepte Zozó a helyiek kapusát, Benkó Dánielt, és átemelte őt, de hamar jött az egyenlítés, amikor is Simonek Arnold indításával Haluza Szilveszter egyedül törhetett Tarci Pali kapujára. Addig-addig táncolt, addig-addig ijeszgetett, amíg lepasszolta a zicserbe Sipos Zolinak, már csak az üres kapuba kellett bekotornia a labdát. Így aztán 30 perc játékidőt követően egy-egy arányban áll a mérkőzés, ez pedig egyelőre szenzációs eredmény. Ugye a Ferencváros Muha József és Bánki Dodi irányításával, Muha József az edző, Bánki Dodi pedig ki szervezi a csapatot egyébként Svarba Ferenccel karöltve. A következőket küldte pályára az első félidőben, a kapuban Tarci, a védelem jobbról Balogh, Keller, Delcse, középpályásor Bognár, Lazics, Szenes, Lisztes, és a csatársorban Bubcsó, Fischer és Nichenko. Azóta pályára lépett már Fischer helyett Kazi Tamás, és most Lengyel Béla is már a pályán. Egy nagyszerű indítás a jobb oldalra Nichenkótól Kazinak. Visszakapja Kazi Tamás, egy nagyszerű kényszerítőzés, ott a helyzet, és Vince Szabolcs szabadított fel Szalai Tamás elől. És jönnek a Tardoskeddiek. Balogh Krisztián tette tovább a túloldalon, megoldja valahogy Bognár Zsolt. A Lisztes kérte volna, de Balogh ezt most elcselezte Kazival együtt. Lazics, a Lisztestől egy pimas sarkazás, Lengyel Béla, finom passz kioldalra, Kazi. És ez a kényszerítőzés sem jön össze, ezúttal Podlucki takarított, már-már zicserben voltak a ferencvárosiak, egészen hátra került a labda, és Simonek nagyszerűen indít a jobb oldalon. Ezt elhamarkodta Balogh Krisztián, marad az 1-1, megjátszhatták volna kicsiben Haluzával. Ugye Keller már nem játszik, ő térdműtét után van. Ez viszont Kazinak pompás labda Lisztestől. Kazi, Lengyel tovább. Na visszaértek a Tardoskeddiek. És Barabisi bácsi, 69 évesen, tessék nézni, hogy megindul az egykori polgármester. Balogh Krisztián. Lehelet finom lágy emelés, hazabólintja kényelmesen Bognár. Pazarindítás Kazinak, Kazi egyedül tör kapura, de Benkó Dániel. Mintha csak 15 évvel ezelőtt a harmadik ligában védene a helyi menedzser. Benkó Dani bravúrjának köszönhetően marad az 1-1 a második félidő harmadik percében. Megint Tardoskeddi roham. Haluza, igen, későn kapta már Balogh-tól.
inkább megtorpant, hiszen már lesen kapta volna. A lengyel. Ő az, aki Bánki Dodi szerint a legjobb lyukérzékkel rendelkezik. A srácok között a zöld-fehér mezben. Ezzel persze az arra utalt Bánki, hogy futgolfban világbajnok. Itt pedig egy óriási zicser. És sajnos egy szurkoló a kamera elé beállt. Nyicsenko köszönt be, Lisztes és Kazi előkészítése után. 2-1-re vezet a Ferencváros. Az 5. perc a második félidőben. Hát sajnos pont a gól pillanatában beállt az operatőr Mészárosi mielé egy hazai törzsdrukker, úgyhogy nem láttuk azt, hogy Nyicsenko hogyan pofozta be végül az üres kapuba a labdát, hát a lényeg az, hogy zörgött a háló. Ezzel vezet a Ferencváros. Balogh Krisztián elől hárítottak a védők, Tarci azonnal indított, és itt pedig lesz gyanús helyzetben. Lengyel, még mindig lengyel, kivár, és pont egy ütemet vár ki. Ezzel 3-1, két percen belül két gól, eléggé lesgyanús volt a szituáció. Mindenesetre most nem lyukra kellett gurítani, hanem a rövid sarokba kellett betalálni, vagy bárhova. Csak úgy kellett meglőni a lengyel Bélának a labdát. Becsapta Benkó Danit lengyel Béla, mert kivár két ütem, és aztán visszahúzta a rövid sarokba. A kapus már tehetetlen volt. Hát gyors gól, Tili Toli. Sakmat zicserek, Tiki Taka, és a Fradi már is 2 góllal megy. Ez még mindig nagyon jó eredmény, ez az 1-3. A Vince Szabolcs jött előre, merészen. Haluza. Sipos kiharcol egy szögletet. Ez jó biznisz. Különösen azért, mert innen az árnyékról kell be Adria a sarokrúgást Haluza Szilveszternek. Szívesen végezne el percenként onnan szögletet. Ez jó csel! De Lisztes Krisztián a csel király ezúttal söprögető módjára szerelt. Na, talán most Borbé Róbert tűnt fel ott, aki megjárta a Szlovant is. Bognár Zsolt, újabb tardoskeddi szöglet. Bogi állította meg a tardoskeddi akciót még idejében. Hát szembe került volna Tarci kapussal a tardoskeddi csatár, ez rövid. Már jönnek is a fradisták. Lazics, ő maradt. Szenes már lejött, visszakapja Lazics. Egy emelés. Benkó még utána nyargal. Kazi érkezik. Lazics. Innen szép egyenlíteni.
4-1-re vezet a Ferencváros, Kazi Tamás a 34-szeres közép és hosszú távfutó bajnok, ezúttal is kamatoztatni tudta futógyorsaságát. Nem hiszem, hogy Lazics passzolni szeretett volna. Lehet, hogy behullott volna enélkül is a hosszú felső sarokba, de azért ez volt a biztos, hogy Kazi Tomi bólintott. Most pedig Haluza egy kapásra, és a rövid felső sarokba szerette volna, ha higgadtabb Szilvó, akkor szépíthetett volna a tardosked, marad a 4-1. Lisztes. Balog. Nyicsenko. Nem kaphatta Szalai. Elcse. Az olasz légiós. Marco. Szilvesztert megelőzte Haluzát, és finoman hazalöbbölte a labdát. Simonek. Haluza, Simonek, eddig jó. Bognár Zsolt füleli le. És egy jó tüzelés, végül is Haluza odaért, és jó húszor rápörkölte alaposan. Megnéztem magának a rövid felső sarkot, a bal vinklit. Tarci csak nézte, most pedig kigurítja, inkább ki felíveli a labdát. Nem jut el azonban Kazi Tamásig. Lefülelik a tardoskeddiek. Megint Simonek. Simonek lopja a távolságot. Ez is pár centivel ment fölé. Marad a 4-1-es Fradi előny. De itt akár már 4-3 is lehetne. Lengyel Béla szaporázza. Borbé Robo vele szemben, Lengyel. Fantasztikus átadás, Lisztes, Nyicsenko azonban. Ezt most elrontotta Igor. A Lisztes kérte volna vissza. Simonek. Haluza. Sipos. Ez a kényszerítő még jó lehet, nincs les. Óriási helyzet, hogyha be tudják passzolni. És Haluza. Hát gólpasszadásban jobb Szilveszter. Most is önzetlenül tovább akart a balok Krisztián elé tálalni a labdát, pörgetni. Jöhet a Ferencváros. Három szépítési lehetőség is kimaradt. Lisztes egy emelés után Kazi lesről jön már. Benkó Dániel egyébként is jó ütemben lépett ki. Azért az technikai bravúr volt, hogy a Lisztes esernyőcsel után jobb külsővel kiemelte Kazi elé az üres területre. De hát nem lepődünk meg, hogy ilyeneket látunk Lisztestől. Vince. Sipos. A gólszerző. Borbély. Csoknai Norbert, ő is játszott a Fradiban és Tardos 2-ben is.
közben Csoknai Norbertet említettem meg, hiszen ugye furcsa helyzet, hogy itt közvetítek a stúdióból, ott pedig saját magamat hallom, mint speaker a Szikora György stadionban, de hát most ez egy ilyen műsor, és ez pedig egy nagyszerű lehetőség, 17 méterről a tardoskeddiek szerint benn volt, 11-et szerettek volna, na nézzük, Simonek a rövid alsó sarkot célozta meg, Bognár Zsolt lépett. Közben a negyedik tardoskeddi szöglet következik a második félidőben. A gyors Fradi gólok után 3-4 gólhelyzetet kihagytak a házigazdák is. Na nézzük össze a szögletből. Gólveszély, Tarci öklöz, röviden, Haluza, Simonek, és egy fordulatból leadott lövés, Barbér Robo, aki a Slovant is megjárta a 70-es évek közepén, másfél szezont játszott ott, Lisztes bokából, micsoda parádés indítás, Kazi, és ez már Gzitzer, és sikerült kiadni a Luca Zolinak, aki közben beállt Johnny, a hetényi, tiszteletbeli fradista. Nem tudom, van-e a környéken olyan csapat, ahol még nem játszott Zoli, azaz Johnny. Most talán búcson kergeti a bőr, de hát Kamocsán is több helyen is megfordult. Az érsekújvári színeket is viselte és képviselte a második ligában Johnny. Szerelik Simoneket. Lisztes, Lengyel Béla. Hát igen, a futgólban azért nem kell sprintelni, ott csak a technika számít. Sipos. A Vince. Podlucki. Ezt most el... pepecselték a tardoskeddiek, és jöhet egy újabb Fradizitzer, Lisztes. Egy emelés! És ezt most mint a legyet elkapta röptében egy kézzel. Benkó Dani újabb bravúrjának köszönhetően marad a 3 gólos Fradi előny. Egy jó kényszerítőt követően Kazi, még mindig Kazi, és ő utol fogja érni. Egy megkerülős csel, Kazi Tamás, a hosszú távfutó, középtávfutó. És most pedig a Fischer Pali által kiharcolt ivószünet következik. 5-1-re vezet a Ferencváros, bár lehetne 5-4 is nyugodtan, vagy 6-4, ha most Lisztes emelését vesszük figyelembe. Egyelőre 5-1, csak kívánság műsor a tardoskeddi gól. Minden esetre nagyszerűen helytállnak a hazaiak, hiszen egyenrangú ellenfelek, azt lehet mondani, az Zicserek számát tekintve mindenképpen, az persze azért minimum egy Lisztessel jobb a Fradi, hogy mást ne mondjak. De Haluza Szilveszterék, Simonek Arnival, Borbé Robóval, Sipos Zolival. Azért megmutatják ők is, hogy képzett labdarúgókról van szó. Még akkor is, ha nem annyira vérbeli profik voltak egykoron, mint a fradisták. Muha József dicséri meg Lazicsot. Azért az emelésért. Megvillantotta technikai zsenialitását a szerb, a Bojan is. Aki most Lisztes dicséri viszont. Krisztián kortyolgat. A legjobb volt itt az árnyékban, vissza kell menni azonban még 16 percre. A tűző napra, a hőségben igazán látványos futballt produkál mind a két csapat az 500 néző megelégedésére.
akik talán azért egy picit kábák, mert hát hőség van még az árnyékban is. Egy picit jobb lenne az időjárás, akkor lehet hangulatosabb lenne a tribün is. Egyelőre kortyolgatnak sűrűn söröket, meg mi egymás üdítőket a szurkolók ebben a kánikulában. Nem marad erő a torkoknak a buzdításra. Szép csendben szemlélik az eseményeket. Na nézzük, hogy tudnak-e szépíteni a hajrában a tardoskeddiek. 15 perc még rendelkezésre áll. Az azért még bőven elég arra, hogy beköszönjenek Tarci Palinak is a tardoskeddiek. A matyusföldi palócok. Dobhatnak most például itt az árnyékban, ez nagyon jó. Ha pályára kéne mennem, akkor csak jobb szélső lennék, vagy jobb half tardoskeddi veszben. Legalább már belóg az árnyék itt a pálya szélén. A 4/5-én a gyepszőnyegnek tűz a nap. Borbély. Ügyes csellel csapja be Lengyelt, aztán bal szerencsére kivezeti. Jöhetnek a fradisták. Nem tudom, meddig fogják jegelni a titkos fegyvert a fradisták, de 16-os mezben. 25-ösben. 25-en született, úgyhogy... 25 éves lélekben azt mondja. Mindjárt pályára lép, és remélhetően ne fog gólkodni, nem lesz olyan. Vagány, hogy a saját klubjának gólkodjon. 10 perce lesz arra, hogy megmutassa, hogy mit tud, mert egyelőre tardoskeddi mezben nem mutatta meg, csak azt, hogy rosszul állította be a kapukat. Újabb fradi lehetőség, Lengyel elől! Tisztáznak, vagy nem tisztáznak? Talán most föl az égbe legalább egy gyertyával sikerült eloltani a fradi lángot. Jó kis képzavar lett ebből. De Lelcse még mindig az olasz. Nagyszerű csel, lisztes szöglet lesz. Varga Rolandról pattant az alapvonalon túlra. Egyelőre több szögletet lőtt a tardosked, 8-at, a fradi még csak 4-et. De hát gólok tekintetében 5-1 a zöld sasoknak, és ez a mérvadó. Röviden játsszák meg Lisztessel. A Lengyel kapja vissza. Megbecsülik a labdát. Még ez is jó. Kazi röviden, kicsiben. Nagy a tömörülés, ott így is találtak egy üres rést! Gicsenko duplázik! Egy Nyicsenko második gólja. Kazi Tamás is 2-t lőtt. Balogh Zoli és Lengyel Béla még a fradi gólszerzői. A hazai találtatott Sipos Zoli szerezte még a 7. percben, azzal akkor még egyenlíteni tudott a tardosked. Most egy nagyszerű pörgetést láttunk Sipostól. Balogh. Érkeztek is ott a túloldalon. Szalai Tamás is becsülettel haza érkezett, hogy besegítsen ott Balogh Zoliéknak. A 9. tardoskeddi szöglet következik. Megint innen jó erről, a hűvösről, az árnyékról. És Tarci lekapja Simonek elől. Könnyedén Lengyel. Mintha egy pillanatra lyukakat keresné.
nem is találta meg Lisztest. Ketten jönnek a Ferencvárosnál, Bánki Dodi 30-assal. Dele Alce helyett Bánki, Nyitsenko. Mlinár Gabi egyébként a helyi klubelnök, igazi gólvágó. Na nézzük, tud-e újabb gólt szerezni a Ferencváros egyelőre? Nem, Lisztes! Ezt most jól beállította Benko Dani már, mint a felső lecet. És ez pedig óriási bravúr Benkótól. Mlinár Gabi duplázását is kiüti Benko Dani. Na nézzük. Dele Alce pihenter itt a cserepad előtt. Mlinár. Lengyel. Jól eldugják most a laszt itt a tardoskeddiek elől. Lisztes emeli. Kazi. Még ez is jó. Na nézzük, ez már zicser, hogyha be tudják passzolni! Óriási védés Benkótól, az ötödik bravúrja. Az, hogy elnézte Balogh Zoli emelését az első percekben, azt már el is felejtettük, hiszen Benko Gabi annyi zicsert ölt már meg. És legalább 8 gól lenne már a tardoskeddi hálóban, ha nem Benko Dani lenne a kapuban, de ő van ott. Jöhet egy szöglet. Egy kapás, lövés, gyönyörű, Lisztes. Centikkel ment mellé, marad a 6-1. A tardoskeddiek ugye az 5. liga délkeleti csoportjába jutottak föl, miután megnyerték a 6. liga keleti csoportját, sokáig az Ipoly Szalka és az Ipolyság és ott lihegett a nyakukon, végül is aztán 4 pontos előny följutottak. Podluckijék, és majd augusztus 5-én kezdik meg Berencsen az új bajnok itt újoncként, és hát az első hazai bajnokiuk tardoskeddieknek 2 idegenbeli meccset követően majd augusztus 20-án Szent István napján a tardoskeddi búcsú vasárnapján lesz méghozzá egy óriási derbivel, hiszen a Nagy Surányt látják vendégül majd a tardoskeddiek. Hát ez különösen Kele Kevin szempontjából lesz érdekes, hiszen a tardoskeddi gólvágó Nagy Surányban is szerepelt és szerzett pár gólt, hát itt pedig kellett volna gólt szerezni, mert ezt azért már nehéz volt kihagyni. Simonek Arnold. Balogh Krisztián talán megilletődött. Marad az 5 gólos a Fradi előny. Körülbelül 6 perc van még hátra, ha Kovács Péter játékvezető is úgy akarja. Mlinár visszakapja, aztán leszerelik. Vince, Varga Csaba ível, és egy pici Baki Bognártól, aztán elhozza. Bánki kérte volna, de nem kapta. Balogatja végül is haza, nem lehet fogni, ugye, ezért Tarci azonnal kipasszolja természetesen, Lisztes.
megkeresi a társakat, Lisztes, hú, micsoda labda, Balogh Zoli tűnik fel, Balogh Zoli még mindig, itt jön Mlinár Gabi, rúgathatnak vele egy gólt, Mlinár visszateszi önzetlenül, és csak belövi Balogh Zoli. A Lisztestől indult, Mlinár belőhetné, Luca Zoli sem vállalja el, inkább Balogh Zoli duplája. Hét egyre vezet a Fradi, Balogh Zoli második találatával. Simonek, még mindig Simonek táncol, és aztán egy emelés. Ez szép volt Arnitól, és Tarcitól is az éberség. Mlinár, a Lisztes, mindig megjátszható. Mlinár, Lisztes, hú, micsoda labdát kap Mlinár Gabi Lisztestől, na Gabi, kicselezi a kapust is, és ott van Mlinár Gabi gólja, ó, micsoda gól, Lisztes, ezt tőle megszokhattuk, megindult, Lesről szó sem lehet, kicselezi a menedzsert, na, lehet, hogy a menedzser lefeküdt neki, mármint Benkó Gabi, de Benkó Dani Gabinak, de hát ezt Mlinár azért tudja, amilyen hokista blafák módszerrel a kapust is kicselezve az üres kapuba emel. 8-1-re vezet a Ferencváros, de hát ez volt a második tardos keddi gól. A lengyel, és itt potyognak most már a gólok, Kazi Tamás 9-1, Kazi Tamás harmadik találata. Ez lehet a slusszpoén, itt azért a második félidőben 8 ferencvárosi gól és tardoskeddi találat csak fél született, úgymond Mlinár Gabi révén, de hát azt a Ferencvárosnak írták be a jegyzőkönyvbe. És ebben a pillanatban Kovács Péter játékvezető lefújja a mérkőzést, 1-1-es félidőt követően 9-1-re nyert a Ferencváros tardoskedden a Szikora György stadionban, a helyi klub 100. születésnapja alkalmában rendezett gálameccsen. A gólgyártást Balogh Zoli kezdte meg egy csodálatos emeléssel. Aztán még egyenlíteni tudtak a tardoskedek Sipos Zoli révén. A második félidőben csak a Ferencváros talált be. Nyicsenko kétszer, Kazi Tamás háromszor, Balogh Zoli végegyszer, Lengyel Béla és Mlinár Gabi a végén. 9-1-re nyer a Ferencváros tardoskedden, szép volt fiúk, szép volt tardosked. Hajrá, zöld sasok! Megadták az alaphangulatot az A csapatnak, az öreg fiúk a Klaksvik elleni BL selejtező meccsen. Köszönöm a figyelmet, Détok Erdőt hallották. A Frankó TV, a Felvidéki Magyar Sportcsatorna stúdiójából. Tardoskedd, Ferencváros 1-9.